Szinte november végétől már kipakolnak az árusok, a karácsonyi forgatagban kínálják termékeiket. A jogkövető vállalkozásoknál a vásárlások alkalmával nem marad el a nyugtaadás sem. Nem éri meg rizikózni, mert minden évben fennakadnak az adóhatóság ellenőrzésein a szabálytalankodók. A karácsony előtti és az év végi időszakban a kereskedelemre és a szolgáltatásokra fókuszálnak az adóhatóság ellenőrzései. Az akcióban elsősorban a szolgáltatók online pénztárgépeit és a szabályos nyugtaadást vizsgálják, mondta el 35 perc című műsorunkban a NAV sajtóreferense. A számlás a nyugtaadás ugye elsősorban nem csak arra irányul, hogy megfelelően bizonylatolják a termékeket, hanem arra is, hogyha későbbiekben garanciális problémájuk adódnak, akkor sajnos csak ezzel tudják majd érvényesíteni. Természetesen abban az esetben, hogyha megtalálják a megfelelő vállalkozást is, hiszen sok esetben tapasztaltuk azt is, hogy a vállalkozás nem is létezett, tehát akár engedély nélkül történtek esetlegesen olyan árusítások bizonyos kitelepüléseken, vásárokon, ahol erre ugye nem kaptak engedélyt az eladók vagy a vállalkozások. Ugye itt elsősorban azért a szilveszter környékén a pirotechnikai eszközöknek az árusítása nő meg, ugye feketén, a piacok és hasonló környékeken. Itt a pénzügyőr kollégáink nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a megfelelő engedéllyel a megfelelő termékeket árusítsák az árusok. A kereskedelemben az áruk eredetére is rákérdezhetnek. Ebben az időszakban ugrásszerűen megnő a webes értékesítés. Az ellenőrzési irányelvünkben kiemelten szerepel a webshopoknak az ellenőrzése, valamint azoknak a magánszemélyeknek, akik esetlegesen különböző értékesítési felületeken, piaci fórumokon úgy végzik ezt, hogy nem rendelkeznek megfelelő engedéllyel. Ugye nagyon fontos megemlíteni azt, hogy 600 ezer forintig természetesen használt termékeket minden további nélkül értékesíthetik a magánszemélyek. Azonban sok esetben tapasztaljuk az ellenőrzéseknél azt, hogy ezek a magánszemélyek nem 600 ezer forintig értékesítenek és nem használt termékeket, hanem üzletszerűen végzik ezeknek a termékeknek az eladását, beszerzését, és ugye a legtöbb esetben akár bizonylat nélkül értékesítenek interneten. Gondolja meg a vásárló, honnan rendel, hiszen az említett esetben garanciát nem kap a termékre, emelte ki a hatóság referense. A karácsonyi és szilveszter környéki időszak idegenforgalmi szempontból is jelentős. Megtelnek a szállodák és az éttermek, nagyobb a zsúfoltság, így több alkalmazottra is szükség van. Ennek köszönhetően az idényre felvett dolgozók szabályos foglalkoztatását is vizsgálhatják.